Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 8-án, kedden 17 óra 20 perckor. Kinyílt a világ Székesfehérváron is. Színház, könyvbemutató, mesemondó verseny szerepel mai kínálatunkban. Először mindjárt bemutatták a Klebersberg, Kornis, Hohmann, a két világháború közötti kultúrpolitikusok Székesfehérvári szobrai című kötetet, amely Elsimon László szerkesztésében került az olvasók elé. A Városháza dísztermében Csurgai Horváth József a Városi Levéltár igazgatójának moderálásával mutatták be az Elsimon László országgyűlési képviselő szerkesztésében megjelent Klebersberg, Kornis, Hohmann, a két világháború közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai című kötetet, amely a Székesfehérvárhoz is kötődő három politikus nagyívű pályafutását hivatott bemutatni. A 20. század első három évtizedébe egy nagyon nagy arányú fejlesztés jellemezte más nagyvárosok mellett Székesfehérvárt is, és ennek a fejlesztésnek nem csak infrastruktúrális elemei voltak, hanem szellemi értelemben is fejlődött a város, úgy a kulturális élete, úgy az oktatása, úgy a közigazgatása, úgy az ezt körülvevő infrastruktúra és épületállomány olyan épületekkel, intézményekkel gazdagodott, amik ma is jelentősek a város kulturális szellemi oktatási életében. Talán a korszak legnagyobb polgármestere is ebben az időszakban dolgozott, Csitári G. Emil polgármester úr, de természetesen neki kellett a segítség helyi és országos szinten egyaránt, és megkapta ezt a segítséget, ennek köszönhető az a fejlesztés és fejlődés, ami jellemezte a várost. Elsimon László a kerekasztal beszélgetésen úgy fogalmazott, a mai kultúrpesszimizmus, valamint az egyre erősödő európai szintű identitás küzdelmek és kultúrharc közepette akartak emléket állítani a 20. század három kimagasló jelentőségű politikai és tudományos életművével rendelkező kultúrpolitikusnak a nemzet történelmi fővárosában. Három olyan történelmi személyiségnek akartunk szobrot állítani a Székesfehérváron, akik a két világháború közötti magyar kultúrpolitikának meghatározó tagjai voltak. Három vezető politikusról és ugyanakkor jelentős tudományos életművel rendelkező személyről van szó. Ugye Klebersberg Kunó sokáig volt miniszter, egy évtizeden keresztül vezette a kultusztárcát, és a teljes magyar kultus igazgatást és kultúrpolitikát megreformálta hatalmas nagy erőkkel és innovatív ötletekkel. Ő volt az, aki utáni összezuhant Magyarországot szellemi értelemben újraébresztette. Az ő közvetlen munkatársa volt az a fantasztikus teoretikus, aki államtitkárként segítette Klebersberget, ugye Kornis Gyuláról van szó, de mindemellett jelentős tudományos munkássággal rendelkezett. A parlament elnöke volt egy időben, a Felsőház elnöke, az Egységes Párt képviselője, és aztán a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke. Egy jeles Pieresti szerzetesről van szó, és a harmadik személy pedig Hohmann Bálint, aki miniszterként is, a Nemzeti Múzeum főigazgatójaként és történészként is a 20. század egyik legjelentősebb személyisége volt. Ugye neki nem tudtunk szobrot állítani, így ennek a szobarállításnak a kálváriáját és kudarcát is földolgozom a könyvben. A kötet hiteles forrásként úgy mutatja be a korszakot, hogy összetett és valóságos képet alkothassunk az akkor tevékenykedő történelmi személyiségekről, valamint korántsem fekete vagy fehér életútjuknak az egész nemzet sorsát alakítani képes sikereiről, kudarcairól. Mind a három személy, akiről itt megemlékezik a könyv, illetve akiről szobor készült, illetve készült volna, Fehérvárhoz erősen kötődik. Tehát nekünk szívünknek kedves mind a három személy, és kedves az is, amit alkottak, amit innen adott esetben egyikük kisgyermekkorától, ugye Klebersberg Kunó, másikuk nagyon kevés szállal, Kornis Gyuláról van szó, harmadikok pedig Hohmann Bálint, aki itteni képviselősége alatt 1932-től 44-ig nagyon sokszor volt Fehérváron, és nagyon sok fontos beruházásban, újításban, az egész város koncepció újra értékelésében benne volt, és azt segítette képviselői, miniszteri lobby tevékenységével egyaránt. Újvári Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet történésze, Hohmann Bálintról szóló esszéjében is arra világít rá, hogy személyét csak a tényeket szigorúan figyelembe véve lehet a mai kor emberének megítélnie. Hogy a kultúrpolitika a 30-as években és a 40-es évek elején is kulcspolitika maradt Magyarországon,
hiszen egy dolgot mondok csak ennek kapcsán, egészen a második világháború közepéig, 1942-43-ig a kultusztárcának a költségvetése, azaz a vallás- és közoktatásügyi minisztérium büdzséje, az azon a szinten maradt, mint Kléversberg Kunó idejében a 20-as években, sőt, kicsit tovább is emelkedett, az állami költségvetésnek olyan 10-13%-a közötti összeget juttattak ilyen célokra. Tehát mind a helyi szerepe, mind az országos szerepe rendkívüli volt ebben az időszakban. Schmidt Mária a 20. század intézet főigazgatójaként bizonyosabban, hogy ez a könyv olyan a kultúra értékeiben és eszményeiben, az alkotás erejében fogant, amely segít megérteni egy fontos korszak történéseit. Itt az ideje, hogy beszéljünk róluk, hogy megpróbáljuk felmérni azt az örökséget, amit kaptunk tőlük, hiszen ez kötelez minket, és hogy tudatosítsuk mindannyiunkba, hogy az a kulturális felemelkedés, ami a megmaradásunknak az áloga volt az első világháború után Trianon ellenére, az az ő munkájuknak köszönhető. A könyv részletesen beszámol arról a tervről, amelynek eredményeként városunk szimbolikus terén szoborral szerettek volna tisztelegni Klebelsberg, Kornis és Hohmann munkássága előtt, amely végül Hohmann Bálint esetében nem valósulhatott meg. Ugyan online formában, de idején is megszervezte a Gárdonyi Géza Művelődési Ház az Operenciás Mesemondó versenyt. Olyan általános iskolás gyerekek jelentkeztek a megmérettetésre, akik mesemondásukat videón rögzítették. Élt egyszer régen, Góbi ország kellős közepében egy ember. Csak Fortejos Mózsinak szólingatták a falujában, mert olyan csavaros esze volt, akár a firtosi harangozónak. Történt egyszer, hogy befogta két macskányi lovát a lőcsös szekérbe, s mivel dolga akadt a városban, hát arrafelé nógatta őket. Végan zörgött a szekér, míg nem egy cifra kőhídhoz értek. Eppen át akartak sittyenni rajta, ám a kőhíd lábánál ugyancsak döngette, puhegyelte egymást két kormos fülű ördög. – Mind veszekedtek, hékás? – kiáltott rájuk Mózes. – Ezen az egy magyaronni! Sehogy sem tudunk megosztozni rajta. A felsősök között ez a mese vitte a prímet, a zsűri ugyanis úgy döntött, a Szent Imre általános iskola hatodikosa, Schneider Zajákos mesemondása sikerült idén a legjobban. Mátyás király idejében élt egy nagy, utromba cseh vitéz. Arról volt híres, hogy senki sem bírta őt legyőzni. Mátyás király kiirdette, hogy jelentkezzen, aki kimer állni a cseh bajnok ellen. No de az országban már senki nem akadt, aki jelentkezett volna. Mátyás királynak pedig nagyon nem tetszett, hogy a nagy cseh ott pöffeszkedik Budavárán. Gondolt egy merészet, és ő vált ki a cseh bajnok ellen. De ugye állóhában. Mert ugye a bajhívás csak akkor volt érvényes, ha Mátyás király is jelen volt. Mátyás valahogy csak kiokoskodta, hogy nélküle is meg lehetne tartani a bajhívást. Mikor elérkezett a bajhívás napja, páncélruhát húzott, páncélsisakot a fejére és páncélkesztyűt a kezére. Kurta Kristóf mesélése is elnyerte a zsűri tetszését, hiszen a legkisebbek között ő kapja az első díjat. Nagy Judit szerint egy jó mesélésben a gyerekek személyisége is tükröződik, és ez a legtöbb iskolásnál érezhető volt idén. Csodálatos felemelő volt őket hallgatni. Különösen azt tetszett nagyon, hogy az elsősök között nagyon sok bátor kisgyerek volt. Ők voltak a legtöbben az első és a második évfolyamban, de nagyon megnyugtatott, hogy a 8., 5., 8. osztályos korosztályban is akadnak mesemondók, és ők már sokkal profibbak, és persze voltak olyanok, akiknél már a fejlődés jeleit is lehet látni, hogy évről évre hogy fejlődik a saját stílus és az improvizatív készség. Milyen a jó mesemondás? A jó mesemondás lekösse a hallgatóság figyelmét, ő maga is élvezze a mesét, és tartalmazzon mindig olyan szórakoztató, improvizatív elemeket, amin még esetleg maga a mesemondó is meglepődik. Tehát olyan modulokat próbálunk mi is a Prikulis színjátszó csoportba fejleszteni, hogy a gyerekek ezekkel tudjanak élni, és a fantáziájuk működjön tulajdonképpen.
Ez a lényege, és le tudja kötni a hallgatóságát. Vakler Lajos szerint a gyerekek teljesítményéért a szülőknek és a felkészítő pedagógusoknak is jár a köszönet, hiszen, mint a zsűri tagja mondja, rajtuk is múlik, a gyerekek megszeretik-e a meséket. A mesére ebben a felgyorsult világban különlegesen nagy szükség van, ezért fontos a pedagógusok, illetve a szülők segítsége a gyerekeknek. Egy ilyen mese, én azt gondolom, hogy viselkedés mintát ad, értelmi és érzelmi fejlődés segíti, és hát itt tapasztalhatjuk évről évre az operenciás mesemondó versenyen, hogy a kicsiktől a nagyocskákig mind-mind nagyon sokat tanulnak a mesékből. A pandémia miatt ugyan kevesebben jelentkeztek az idei operenciás mesemondó versenyre, de mint azt a Gárdonyi Géza művelődési ház igazgatója mondja, semmiképp sem akarták elhalasztani, ezért online formában hirdették meg. A mesék mindig nagyon érdekesek, az az érdekesebb az online térben, hogy valakinek ez nagyon jó, hogy otthon veheti fel és többször próbálkozhat, valakinek viszont nagyon hiányzik az a személyes kapcsolat és az a találkozás a közönséggel. Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent fordítva cselekedett. Egyszer mondja neki az ura, hogy ma hozza hamarabb az ebédet a mezőre, de ő csak azért is legkésőbbre vitte. Másszor mondja neki, hogy vigyel jobb ételeket, de annál rosszabbakat vitt. Egyszer az ura másképp kezdi a beszédét, és azt mondja: no, feleség, ne hagyd te az ételt hamarabb kihozd, aztán nem hagyd töltött lyukat palacsintát hozza mezőre, mert olyan nem illik. Az asszony bizony csak azért is leghamarabbra vitte ki az ebédet, mégpedig töltött lyukat palacsintát. Másnap ás egy mély gödröt a szántóföld végébe az ura. Megy az asszony az ebéddel, leülnek a gödör mellé enni, és azt mondja az ura az asszonynak: hallod-e, feleség? Ne hagyd te közelebb menj ahhoz a gödörhöz, mert beleesel. Az asszony csak azért is közelebb ment. A harmadik, negyedik évfolyamosok között idén Kolompár Kimberli produkciója lett a legjobb. A Szabad Színház Solymosi Zoltán rendezésében mutatta be H. János, a lány, aki hozott lélekből dolgozott című drámáját. A különleges lélektani tabló szerepeiben Cseh Katát, Balogh Mihályt és Kovács Mátét köszönhetjük. Hogy is engedhette volna, gondolta később a lány, ezt a részeg és üdös férfit maga mellé az ágyba. Ráadásul a melléfekvéssel nem is elégedett volna meg, mert rögtön mindig rámászott. Honnét tudta, hogy rá? Tudta. Az anyja elmondta neki. A Szabad Színházban ügyelnek rá, hogy a klasszikus darabok mellett lehetőséget adjanak arra is, hogy a színházbarát közönség megismeri a kortárs szerzők gondolatait a máról. H. János ebben a darabjában ismét megmutat valamit, ami tükrözi a valóságot. Szeretem nagyon H. Jánost, és főleg a mondatfűzését, szövegelését szeretem nagyon. És nagyon régóta kerestem olyan lehetőséget, hogy ezt valamilyen módon színpadon meg lehessen mutatni. Aztán ráakadtam erre a darabra. Egészen pontosan egy író-olvasó találkozón kerestem meg, és kértem tőle darabokat. És ez volt az egyik, amit átküldött, hogy ezt megcsinálhatnánk. Ez kifejezetten egy olyan darab volt, ami kevés szereplővel viszonylag jól előadható. És aztán hát nekiálltunk, jó hosszú próba folyamatnak az eredményét lehet majd látni a színpadon. Mélyre ástunk, mint H. Jánosnál mindig. És mindenkor... Tetszik. Nagyon. Otthon mit szóltak? Semmit. Milyen észre se vették? Sötétben pont ugyanolyan, mint amilyen előtte volt. Maga még mindig sötétben vetkőzik. Hát most már lehetne fénynél is. Hát igen, csak akkor látszik a férjem is. A történet egy rendőrségi kihallgatás keretén belül illúzióktól mentes reménytelenséggel mutat meg egy életet, egy nő történetét, aki bármennyire is menekülni akart a szülői mintától, párkapcsolataiban lemásolta mindannak az alapvonalait, amit gyermekkorában otthon tapasztalt. Márpedig sok jót nem tapasztalt. Nagy kihívás, a saját életemből ismerítettem, illetve voltak filmes jelenetek, amik beugrattak, saját családból történetek, más családok történetei, és ezekből próbáltam úgy összeolózni, hogy vajon ki mit élhetett át. De valamit mégiscsak észrevett. Semmit. Azt meg pláne nem, hogy ez fog történni.
hogy beveszi azt a rengeteg gyógyszert. Nézd, ez megint olyan, mint az ok, meg az okozat. Hát pont ezt akarom én is megtudni. Hogy mi okozta, és hogy magának mi volt a szerepe ebben? Nekem ebben nincsen szerepem. Hát ha nincs, akkor kinek van? Nézd, ezt így utólag már nehéz kinyomozni. Ez olyan, mint a kvantumfizika, hogy az történt előbb, ami később van. Mi? Hogy valójában olyan dolog miatt tette, amit tett, amitől félt, hogy esetleg majd bekövetkezik. H. János darabjában a férfinő kapcsolatokat ábrázolja illúziótlan reménytelenséggel, egy nagyon is sötét családi társadalmi tablót mutat, a közelit kutatja, a mikrokörnyezet intim, olykor meglehetősen durva részleteit, amely jellemző a társadalom pillanatnyi morális állapotára. H. János szövegei eleve cizelláltak, többszörösen összetett mondatok, tehát nehezen lehet őket megtanulni, viszont hogyha az ember megtanulja, akkor sikerülhet jól elmondani, hiszen amúgy meg beszélt nyelvi fordulatok. És ahogy most is én is belevágtam 8-szor a saját mondatomba, ezt tőle is írja. Szóval ilyen szempontból a nehezek közé tartozik, hiszen nincs sokkal kevesebb szövegem benne, mint mondjuk a Hamletben. De közben meg mégis együtt dolgozunk hárman, úgyhogy megvan benne ez az élmény is, hogy akkor együtt létre tudtunk hozni valamit. Családon belüli erőszak. Nem mindennapos eset. A tévéműsorok meg ráadásul még reklámozzák is az ilyesfajta párkapcsolati megoldásokat. És egyre több ilyen van. Hát azért, mert azt hiszük, hogy amit a tévében látunk, azt kell csinálni. Csak hogy minden ilyet megelőzem a családon belüli összeesküvés. Érdekes, hogy arról nem szólnak a hírek. Mert ott még nem folyik vér. Mert a rendőrséget csak a vér érdekli. Az, hogy mi volt előtte, az nem. A megelőzés. A megelőzés az egészségügy dolga. Ha nincs esemény, nincs bűncselekmény. Az meg, ha valaki lelkileg tönkre megy, az magánügy, nem tartozik a rendőrségre. Keserű humorral hívják fel a figyelmünket arra, hogy cipeljük elődeink összes terhét. A lány, aki hozott lélekből dolgozott, vitriolos kritikája boldogtalanságunknak. Az nekem ebben az egészben szimpatikus, hogy gyakorlatilag egy kisember életét fogja meg. Egy olyan problémával, amiből átlagemberként még kívülről, ha mondjuk mégis halljuk a hírekbe itt-ott, csak azt látjuk, hogy valaki mondjuk hozzányúlt a gyógyszerekhez, vagy valaki lelkileg esetleg tönkrement, és ennek bizonyos következményei lettek. Viszont egy kicsit mélyebben kibontja azt, hogy gyakorlatilag ilyenkor mi zajlik le valakinek az életében, akit ér egy trauma, boncolgatja azt, hogy miféle traumák érhetik, ami aztán őt elviszi bizonyos pontra, ahova eljut, és számomra ez a csúcs ebbe a darabba. H. János a maga sajátos nézőpontváltásaival egyensúlyoz populáris és a magas irodalom határán, kiaknázva azok előnyeit, megmutatva mindazt, amiről még ma is csak suttogva beszélünk. Hosszú idő után újra találkozhattak a Székesfehérvári Művészek Társasága alkotóival a képzőművészet székesfehérvári barátai. A Pelikán galériában megnyílt a 4. Fehérvári Művésztelep tárlata. Az eseményen fontos bejelentést tett Cserpalkovics András polgármester az Akócsmalom jövőbeni felhasználásáról. Újra találkozhattak a székesfehérvári művészek és művészetkedvelők. A Pelikán galériában megnyílt a 4. Székesfehérvári Művésztelep tárlata. A tavaly nyári műhelyben az alkotók két különleges technológia, a cianotípia és a szitanyomás technikájával kísérleteztek. A csoportos tárlaton Büki Zsuzsanna, Deák Balázs, Mosberger Róbert, Revák Katalin, Szegedi Csaba és Végvári Beatrix munkáit június 25-éig tekinthetik meg a képzőművészet barátai. Mosberger Róbert, aki ennek a szita technikának vagy szerigráfiának egy nagyon avatott szakértője, de mellette a fotográfiával, cianotépiával, egy régi fotóeljárással dolgozik, ő ráépítettünk egy művésztelepet, és rajta kívül meg meghívtunk 5 alkotót, nyilván akkor csak székesfehérváriakat, úgyhogy összejöjjön 3 generáció tulajdonképpen, a legidősebbek mondjuk a 60-asok, tehát Szegedi Csaba, Büki Zsuzsanna, Végvári Beatrix voltak a meghívottjaink, akik ebben a technikában már valaha kipróbálták, vagy most próbálták ki magukat. A középgenerációból Mosberger Róbert és Deák Balázs fotográfus volt a tagunk, és a legfiatalabbak közül, aki ugyan nem grafikus,
de fontosnak tartottuk, hogy itt legyen, hiszen a Tóparti Gimnáziumban is tanít, az Revák Katalin volt. Tehát egy ilyen összetartó, de mégis elég tág életkorú és műfajú csapat jött össze. A kiállítás alkotóit köszöntötte Cserpalkovics András polgármester is. A városvezető örömének adott hangot, hogy a pandémia után újra találkozhatnak az alkotókkal. Fontos a város számára, normál keretek és körülmények között is az, hát még akkor, hogyha olyan egy-másfél év után vagyunk, amikor kiderült, hogy nem is olyan magától értetődő, hogy van művésztelep, nem olyan magától értetődő, hogy a művészek be tudják mutatni utána az elkészült munkáikat, hiszen hosszú-hosszú hónapok óta várunk arra, hogy például kiállítást lehessen megnyitni. Jó dolog, hogy most ezek már újra megtörténhetnek, és különleges az, hogy a mai nap két kiállítást is meg lehetett nyitni, és ezzel egy kicsit újra is indítani jelképesen a város kulturális életét. Ugye a Csók István képtárban nyílt egy 3 hónapig látható tárlat határon túli művészek alkotásaiból, az összetartozás jegyében, szerintem nagyon különleges tárlatról van szó, a Szent István Király Múzeum, illetve a Nemzeti Galéria együttműködésében, és aztán pedig néhány órával később a fehérvári művészek alkotásaiból nyílik egy kiállítás, ami a művésztelepet is kicsit közelebb hozza, hiszen az alkotásokat mutatja be számunkra. Egy jó sétával egybekötve, azt hiszem, az két tényleg nagyon-nagyon szép tárlat, és élvezzük azt, hogy újra mehetünk kiállításra. Cserpalkovics András kitért az Akkocsmalom épületébe tervezett műterem, alkotó műhely, művésztelep működtetésére alkalmas infrastruktúra kialakításáról is. Azt mondta, hogy ugyan a pandémia megállította a tervek megvalósítását, de a felújítás nem marad el. Amint rendelkezésre állnak a pénzügyi források, elkezdik a munkálatokat. Újra igénybe vehetik az olvasók a Vörösmarty könyvtár szolgáltatásait. A kényszerszüzetben bevezetett kölcsönzési mód az összeállított könyvcsomagokra ugyanakkor tovább folytatódik. Egy rendkívül nehéz időszak után vagyunk, a közművelési intézmények még inkább. Én azt gondolom, hogy a könyvtár nyitás nagyon fontos mindnyájunknak, bár a könyvtár tudjuk, hogy a kölcsönzés bizonyos szigorított formában ez működhetett. Most milyen tervekkel vágnak neki ennek az új időszaknak? Ugye a 26-án megjelent nyitási rendelet óta eltelt egy hét, a felkészülés hete volt, ez alatt próbáltunk alkalmazkodni a helyzetre, és egy kicsit fel is készülni arra, hogy mi várható. Én igazándiból Pünkösd környékére vártam a teljes nyitást. Ugye most sem a teljes nyitásról beszélünk, hiszen nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy kinyitott ugyan a könyvtár, de a belépés csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasóknak engedjük meg, illetve hát a rendelet ezt írja elő. Úgyhogy szeretném azt megjegyezni, hogy nem mi döntöttünk arról, hogy csak a plastikkártya a védettségi igazolvány, ebből egy pici kellemetlenség adódott is, de nem tehetünk mást, a rendeletet nekünk végre kell hajtani, és őszintén azt mondom, hogy mind az olvasók, mind az itt dolgozók biztonsága érdekében tényleg nagyon fontos a rendelet betartása. És azt kérjük a belépő olvasóktól, hogy továbbra is viseljék a szájmaszkot, kitesszük a kézfertőtlenítőt, és igyekszünk a forgalmat is úgy irányítani, hogy egy légtérben az adott könyvtárnak megfelelő olvasói létszám legyen, úgyhogy ne alakuljon ki tömeg. Erre készültünk, ezzel szemben a valóság az, hogy az emberek annyira megszokták, hogy az ablakon keresztül vagy ajtón keresztül kölcsönöztünk az elmúlt hónapokba, hogy még azok is ott állnak az ajtóban vagy az ablakban, akiknek védettségigazolványuk van. Vagy a megszokás, vagy a kényelem miatt továbbra is azt igénylik, hogy gyorsan pikpak előre kikészített könyvcsomagot vehessenek át. Ugyanakkor ez a kollégáim számára dupla teher. Ott, ahol 2 vagy 3 könyvtáros dolgozik, egyszerre a pultban is dolgozni, meg az ablakban állni is, azért ez nagy feladat, úgyhogy igazándiból a nyitás lehetősége az adott, és szeretnénk is, hogyha akinek megvan ez a kártyája, az inkább az épületbe be is jönne, és szívesen válogatna. Fölkészültünk arra, hogy a nyitásra nagyon sok új könyvet tudjunk kínálni az olvasók számára, úgyhogy aki bejön a könyvtárba, és örül annak, hogy szabadon válogathat, az még ezt is megtalálja, hogy nagyon sok új könyv közül tud választani. Új hír még, hogy olvashattuk, hogy felvételiztettek, hiszen munkatársakat kerestek a könyvtárban, ez hogy alakult, hogy sikerült?
Igen, sajnos itt a tavalyi közalkalmazotti jogállásváltás miatt elég sok kolléga döntött úgy, hogy kihasználja ezt a lehetőséget, ugye kapott végkielégítést, hogy megpróbál egy olyan munkát, munkahelyet találni, ahol ennél jóval magasabb fizetése van, mert azért őszintén szólva ez a 6%-os bérkiegészítés, ez elég kevés ahhoz, hogy ha itt az ember a munkáját, hogy fogalmazzam, azok mellett és az alacsony bérek mellett is tovább viszi, mert itt csak szakmaszeretetből és hivatásból maradtak a kollégák, úgyhogy elég sok üres állás keletkezett november 1-től, és most a nyitáshoz igazodva kaptunk lehetőséget az üres álláshelyek betartására. 8 kollégát keresünk ide a központba, illetve a belső áthelyezéssel a Tolnai úti könyvtárba, és a Szénatérről ment el nyugdíjba egy kolléga. Úgyhogy oda várjuk a szakképzett kollégákat. Hát sajnos azzal tisztában voltunk, hogy mindenhova nem fogunk kapni diplomás könyvtárost, hiszen az utánpótlás, nevelés, a képzés az egyre szűkebb, és akik november 1-e után fölálltak egy intézményből, ők azért már az elmúlt időszakban megpróbáltak maguknak másik helyet keresni, úgyhogy még mindig várjuk a jelentkezést, és még nincs minden üres álláshely sem betöltve, úgyhogy ha rendeződnek a viszonyok, és talán szeptemberben vissza tudunk állni a rendes nyitvatartásra, akkor még újabb kollégák jelentkezését várjuk az üres helyekre. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!